Pénteken az edzés előtt megjelent az új támogató, egyelőre nem kívánta magát felfedni a sajtó és a nyilvánosság előtt. Bármiféle folytatás az MB2-es liszenz megszerzésének a függvénye, így egyelőre csak az Újpest elleni mérkőzésre szólt az újabb megállapodás a játékot illetően. Az Újpest elleni Vácot lejátszott mérkőzésen Mészáros Ferenc nem ült le a kispadra, így ezen a meccsen Horváth Tamás utánpótlás szakágvezető látta el a szakvezetői teendőket. 24. perc Jandoli bal oldalon elment Kabele mellett, beadására középen ketten is érkeztek, közülük Csibuabua továbbította a hálóba a labdát, 0-1. A 36. percben hasonló helyzete volt az Újpestnek, csak most szabad rúgásból, illetve Stankó és a védők tisztáztak. Az 55. percben ezúttal jobbról jött a beadás, a földön fekvő Stankó Csibuabua lövését ütötte ki. A 62. percben láthattuk az első egri kapura lövést, Farkas szabadrúgásból próbálkozott. A 72. percben Simon Krisztián 17 méterről ballal ívelt a hosszú felsőbe, 0-2. A 76. percben szépített az Eger, Kabele ívelt jobbról az újpesti kapu elé, Horváth Zoltán mindenkit megelőzve fejelte le a labdát a földre, ami becsapta a lilák kapusát, Balajcát, 1-2. Magára talált a végére az Eger. A 81. percben Vidovics lőtt alig mellé, a 82. percben pedig újabb egyenlítési lehetősége volt az Egernek. Horváth Zoltán fordult be, de Balajca hárított. Maradt a 2-1-es újpesti győzelmet hozó végeredmény. Az utolsó előtti fordulóban szombaton 16 órától a Honvéd következik idegenben. A csapat a tervek szerint szerdán találkozik ismét.